Üdvözlök mindenkit, ez itt a futballkárcon, a mai videóban pedig bajnokok ligájázni fogunk felcsendült a zene Tops Meccsatax Extra 2020-21, tehát legújabb szériás Meccsatax Extra pakok, amiben van mindenféle újdonság, viszont Magyarországon nem kapható, én is kártyamániától tudtam vásárolni még korábban, úgyhogy ezzel fogunk tovább menni, van benne Chelsea, van benne Real Madrid és még sok más, úgyhogy természetesen leszimuláljuk ezt a Chelsea Real Madridot, be is hozom az eredményjelzőt, nagyon izgalmas elődöntő lesz, szerintem kártyákkal, és bízok benne, hogy majd a valóságban is izgi lesz. Nézzük is, igazából a szabály egyszerű, bármelyik pakból jön valamilyen Chelsea-s, vagy Real játékos, vagy valamilyen különleges, tök mindegy milyen kártya, az a csapat szerzett egyetlen egy gól, úgyhogy ez szerint menjünk és tovább. Győzzön a jobbik, én azt mondom, Nyissuk a pakkokat, első fél idő, illetve majd lesz a második fél idő. Hét kártya van ugyanúgy egy csomagban. 284-et lehet összegyűjteni, akit érdekel. Na de nézzük is, ott egy Bayern München. Vannak ilyen signature lapok, azok tök jó lennének, ha sikerülnek kinyitni. Ez egy ilyen biztonsági mágneszár, nem jó semmire, viszont van itt nekünk egy ilyen kódlap, és utána meg már jönnek a komoly kártyák, hiszen ez egy time to shine, sektáros kártya, majd utána Kimi Position Switch, mennyire jó ez is, tökötletes lapok vannak, ott van, Talent Top Speed, Mateo Kovácsics megszerezte az első gólt a chelsea -nek. az elég durva így kezdésnek az első pakból, nem sokáig szórakoztak, úgyhogy végül is Kovácsics góljával egy null. majd utána Captain kártya, Messi, majd megyünk tovább. Squad update, Zincsenko, csillogósok jönnek, Interes, Megavolju, Barella, és a végére egy Zane Man of the Matches, nagyon szép pont az a csillogós, tök jól néz ki, kreatívak lettek ezek az új csillogós lapok, és kettő is jött, úgyhogy ennek én örülök, viszont egyenlőre a Chelsea vezetre áll ellen. Jöhet a következő csomag, Manchester United, kivesszük ezt a kódlapot, fordítunk, FC Porto, Captain Pepe, majd utána Ácsi Milan, Simon Kerr, egy Captain Kielini, Real Madrid, Valverde, azt a mindenit, ott van az egyenlítés, nem lehetetlen, ezek a pakok, ezek szerint jól adják a gólokat, Nikita, Arzenálos, majd utána egy Time to Shine, kék egy pillanatra azt a hogy ez is, de nem, ez Leicester City, és a végére pedig egy bowler típusú pokba, ez is nagyon szép csillogós, tehát ebben a pakban egy csillogós volt. Nézzük a második félidőt, az elsőbe végül is egy-egy lett az állás, úgyhogy jöhet is a második. Pont csak a következőt. Real Sociedad, lopásgátló, nagyon fontos, majd utána a kódkártya az alkalmazáshoz, ez viszont egy övékittes szelti majd utána Bayern München, Kuman, megint nevékét, három egy egymás után, Akanji, Dortmund, majd utána egy Smalling, van itt nekünk egy Marez, Manchester City, és a végére egy különleges Chelsea, Mason mánt Megavoyu típusú lap, tehát kifejezetten értékesnek számít az ő szerepe a Chelsea-ben, úgyhogy ezt meg is érdemli, hogy itt legyen, és gólt is szerzett ügyes volt a srác, ez pedig Man of the Match, Silva, David Silva, úgyhogy így nézünk ki, szerintem nem lehetetlen visszahozni. Ennyi gól született a Kosimán, itt lehet a következő Real Madrid! Azt a minden, itt nem gondoltam volna, csak itt szövegelek, de majd a végén lesz a Real gól, hiszen szóval hátulján volt, egyenlőre fordítunk, FC Porto, majd utána Sociedad, Fordítunk Benfica, Keptén kártya, majd utána Atlantás, Keptén megim, ez pedig egy Ajaxos, Blind, majd utána egy Adrián, és a végére egy bowler Modric típusú lap, különleges, és ráadásul nagyon szép, úgyhogy kettő-kettő lett az állás, köszönöm, hogy megnéztétek. Remélem, hogy tetszett nektek. Én baromira élveztem ezeket, nem is látszik Modric lapja, úgyhogy ezeket közelebb rakom. Tök jól néznek ki a kártyák, nagyon tetszek a csillogósok. Ez volt a Tops Match Tax Extra. Köszönöm, hogy itt voltatok. Szurkoljatok az esti meccse a kedvencéteknek, én is nézem, szurkolok a sok gólnak. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!